Köszöntöm nézőinket! Mai Hírhét című műsorunkban az október 23-i városi ünnepséget tekinthetik meg felvételről. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet a nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett megemlékezésen. Külön köszöntöm dr. Sütő László urat, marcali város polgármesterét, valamint a megjelent pártok és civil szervezetek képviselőit, vezetőit. Kérem, hallgassák meg Márai Sándor Mennyből az Angyal című versét Kozma Krisztián előadásában. Márai Sándor, Mennyből az Angyal. Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd meg nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír zizeg ajándék, bölcs szót fontolgat okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája, egy szegény nép karácsonyfája csendes ében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népen nézi, az egyik érti, a másik nem érti, fejük csóválják, sok-es soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, és amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, s vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer.
mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta vagy angyal hozta, s kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek, csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon, és a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája, megáldja a szentséges pápa, és minden nemű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt! Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger, miért remegtek világrendek, egy nép kiáltott! Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd el nekik, mennyből az angyal. Felkérem Vigmondné Szalai Erikát, a Marcali Városi Kulturális Központ igazgatóját ünnepi beszédének megtartására. A változtatás bátorság. Azért jöttünk ma ismét össze, hogy tisztelegjünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt, akik mertek változtatni. Megmutatták a világnak, hogy a legfőbb érték az ember. Megmutatták a nemzet erejét, és hitet tettek a szabadság, az emberség és az igazság mellett. 1956 előtt a kulturális sokszínűség helyébe egy olyan kultúr- és művelődéspolitika lépett, aminek legfőbb célja az ellenőrzés, az önálló társadalmi kulturális kezdeményezések felszámolása volt. Az akkori rendszer számára elsőrendűen fontossá vált a kultúra, az alkotó értelmiség behódoltatása. A politikai hatalom önmagát tartotta minden kulturális értékforrásának. Ebből következően valamennyi társadalmi, kulturális és művészeti jelenség politikai kérdés lett. Az állami kultúrpolitika ítélte meg az egyes művek és alkotók értékét. Ellenőrizték és irányították a Magyarországon bemutatásra kerülő filmeket. A színházakat szintén államosították. De voltak olyan nagy színész és rendező egyéniségek, akik a szűkre szabott mozgástér keretein belül is érvényesülni tudtak. Tímár József, Tolnai Klári, Gobbi Hilda, Fábri Zoltán. Az 1956-os esztendő egyik legjelentősebb színházi eseménye Németh László Galilei című drámájának nemzeti színházi bemutatója volt. A zenei életben is sajátos követelmények támadtak. Például szűkös ideológiai szempontok szerint Bartók Béla fontos darabjait kiutasították a magyar zeneirodalomból. Háttérbe szorultak a kórusművek, a kamarazene. Az induló és a tömegdal vált jellegzetes műfajjá.
Ritka volt az olyan maradandó értékű alkotás megszületése, mint például Várdos Lajos 1953-as Kossuth szvitje. Az operaházban levették a klasszikus zeneirodalom alkotásainak többségét. A változás kezdete 1955-56-ra tehető. Az újra megélénkülő hangverseny életben kitűnő karmesterek tűntek fel ismét, mint például Ferencsik János. 1955-56 fordulóján már a kor drámai feszültsége is megjelent Kodály Zoltán Zrínyi szózatában. A művészeti szabadiskolák és művészkollégiumok 1950-re sorra bezárták kapuikat. Az akkori rendszer a nép életét és harcát bemutató optimista művészet elvárásait fogalmazta meg. Az 50-es évek elejétől a magyar szobrászatban is ezek a művészi megoldások váltak egyeduralkodóvá. Számos művész az elvárások és a saját művészi igény megvalósítása közötti keskeny ösvényen próbált egyensúlyozni. A magyar irodalom és a magyar kultúra leválasztódott a kortárs Európa kulturális és szellemi életéről. Ezt irodalmi formában Éjés Gyula 1950-ben keletkezett, de csak az 1956-os forradalom napjaiban megjelentetett Egy mondat a zsarnokságról című verse fejezte ki leginkább. A betiltásokkal majd fél száz jelentős magyar író szellemi életidejét rövidítették meg. Szinte lehetetlen számba venni a terror és a félelem miatt meg nem született, vagy évtizedes késéssel megjelentetett művek sorát. A politikai viszonyok következtében az 56-os reformkezdeményezéseket kísérő viták többnyire irodalmi köntösben jelentek meg. Az irodalmi és képzőművészeti alkotások, kifejezési formák, a szabad sajtó hiányában gyakran akkor is politikai jelentéstartalmakat kaptak, ha valójában nem is volt ilyen töltésük. Az irodalmi nyilvánosságnak igen jelentős szerepe volt az 1956-os forradalmat megelőző politikai küzdelmekben. A Nagy Imréhez kötődő írók, újságírók a forradalmi eseményekben és a bukást követő ellenállási kísérletekben is meghatározó szerepet vállaltak. Bár néhány napba sűrűsödtek a szabadságvágy nyiladozásának és a remények hervadásának történelmi pillanatai, az a rövid két hét örökre beírta magát a történelembe. Abba a történelembe, mely igazságot szolgáltatott 56-nak. Ünnepelünk, hogy elmondhassuk 1956 igaz történetét, hogy senkit ne vezethessenek félre, hogy mindenki bízhasson saját erejében, hogy mindenki emberhez méltó, félelem nélküli életet élhessen. A magyar forradalom vértanúi nem hiába haltak meg 1956-ban, mert ma azok az értékek, amelyekért harcoltak, egyesítenek minket egész Európában. Ez a forradalom öröksége. Kérem, fogadják szeretettel a Mikszáth Kálmán utcai általános iskola diákjainak ünnepi műsorát. A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette Tóth Irén pedagógus. Évek suhannak, századok szállnak, rohadtunk tegnap üzenomának. Előttünk jártak, rég célhoz értek, hitvalló hősök emléke ébred. 1956. október 23-át ünnepeljük. A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma, egyúttal az első győzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem a népakarat. A suhancok forradalma, mondták. Mától kezdve a suhanc szó szent előttem. És az előzmények? 1945-ben egy megnyomorodott nép, 6 háborús év borzalma után hittel, bizakodással tekintett a jövőbe, és látott hozzá a romok eltakarításához, az ország újjáépítéséhez. Éhesen, rongyosan, fázva és hajléktalanul kiáltotta, felszabadultunk.
felszabadultunk szovjet segítséggel, ezért azonban keményen meg kellett fizetnünk. A segítségnyújtás mögött ott lapult a zsarnokság. Testet nyomorító, lelket bénító, megalkuvásra kényszerítő idő következett. Politikai és gazdasági életünk szovjet mintára szerveződött. A túlzott iparosítás, a mezőgazdaság visszaszorítása, a torz gazdaságpolitika az országot lehetetlen helyzetbe hozta. Akarja már az utat, s ő szavarja. Fáidága, lombja fosztott. Jött az ősz, és széjjel osztott már gyümölcsöt, édes termést. Nem hagyott, csak búzsdidergést. Mire vársz, ha minden hallgat? Vigaszára, színnek, dalnak, simogató napsugárnak? Fejed felett felhők járnak varjú szárnyak, szárnya, lomha gyászmadárnak. Mire várnál? Mi jöhet még? Új csodát itt kitehet még? Lomb lehullott, köd leszállott, hamvasan földhold virágot. Mégis most is mindig várni? Nem. Mindig menni, meg nem állni, szolgaságban nem hajolni, szürke ködben fénydalolni. Ez az utam, így kell mennem, egyre zeng a titka bennem. Hogyha mások mind megállnak, menni bízva, mint a bátrak. Mit se félni, hitből élni, s túl a ködön célhoz érni. Október 23-a kedd volt. Verőfényes kora őszi nap. Délelőtt 10 000-nyi budapesti egyetemista indult a Petőfi szoborhoz. Egyre nőtt a lárma, zúgott, tomboltatta meg az utcán. 48-as dalokat harsogott mindenki. Zászlók lengtek, piros-fehér-zöld lobogok. Valamelyik ablakpárkányon megjelent egy fiatalember. Kimászott akrobata ügyességgel, és egy ollóval kivágta a csillagos népköztársasági címert a lobogó közepéből. Újjongás, éhezés közepette vonult a zúgó tömeg a rádió felé. A rádió tüzes híreket ont. Kibontott háromszínű lobogók, tüntet az ifjúság, szíve felett kokárdák nyílnak, s nő a menet, mint ellenállhatatlan áradat. Követelések, gyújtójelszavak. De az esti órákban már fegyverek ropogtak. Hadrendbe állt az államvédelmi hivatal, az AVH. A hatalmát féltő kommunista vezetés a Szovjetunióhoz fordult segítségért. Október 24-én életbe lépett a gyülekezési tilalom és a statárium, a rögtönítélő bíróság. Budapest utcáit szovjet tankok taposták. Felkelő csoportok alakultak a Korvin közben, a Szénatéren, a Baross téren. A Tűzoltó utcában és a főváros külső kerületeiben az utcai harcok fokozatosan kiszélesedtek. Küzdött az ész és a szív, és küzdött a szellem. A parittyás Dávid vad Góliát ellen. Egy láncra vert nemzet sárba tiport jellem, uralkodó, dőfös nagyhatalom ellen bátran. Hősiesen felvette a harcot, oroszlánként küzdve nem ismert kudarcot. Október 28-án Nagy Imre miniszterelnök is a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el, és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth címer lett a hivatalos állami jelkép,
Újjáélet a több pártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. Üdv néked, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Kilánkban és vérben születtél meg újra három nagy éjszakán vad ágyú dörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranytalott kezében Isten ujja? S mely nép beszél így az önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja? Bús igájának fájára írja hát, mint annyiszor a megsárgult ezer évben, szabadság, vérrel, vassal tanítja zsarnokát. Olyan felejthetetlen együvé tartozás érzése volt az embernek, hogy ez a mindig széthúzó magyarság végre egységes tudott lenni. Minden ember a testvérének érezte a másikat. Amikor sorban álltunk kenyérért, vagy vízért, vagy élelmiszerért, egymást előreengedő előzékenységgel fordultak egymáshoz az emberek. Mintha valami ezer éves átoktól vagy bűntől szabadultunk volna meg. Dávid legyőzte Góliátot. Igazi belső felszabadultságérzés volt az a határtalan türelem és szeretet, amely az embereknek egymáshoz való kapcsolatában is kifejezésre jutott. De a drágán megfizetett szabadságot nem sikerült megtartani. 1956. november 4-én vasárnap hajnalban megindult az első prőerejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Áruljatok! De mégis lőnek. Ha egyszer majd felébredek, békeszerző angyal leszek. Minden fegyvert elpusztítok, minden fiút föltámasztok, minden lábat visszaadok, ezer virágot ültetek, óriási mosoly leszek. Szívemre téli bús döbbenet ül, nem is tudom már kívül vagy belül. Hiszen lelkem zúzmarás ágain ugyanígy szólnak madaraim. Istenem, felőle álmodtam, láttam, mikor vitték, a kegyetlen mécellában kínoszta veríték. Tedd elé tenyered, takard gyötört arcát, ne engedd, hogy gyáva markok halára kínozzák. Istenem, ne engedd, hogy megölje őt a villanyáram, a jeges vízben ne engedd, hogy térdig álljon. A Duna víz, mely ott folyik, bajt ne csináljon. Engedd, hogy szűkréseken mindig minket lásson. Istenem, csak a rossz félelmes álom ne gyötörné, hogy elhiggye, semmi sem tart a földön örökké. Add, higgyem, várja szerelmes egy asszony, ki ott sír minden este a zúgó Duna parton. Némán megyek a novemberi szélben, és csak a lengő lobogókat látom. Milyen tépett a fekete hollószárn, milyen fakó a háromszínű álom. Reménykedve dacosan, ott feletten nézik felülről a múló időket. Nézik a mozdulatlan gyilkos tankot, a szoborarcú szovjet katonákat. Szilaj szélben a rudra tekerednek, lengnek, lobognak és csüggetten állnak. Évtizedeken keresztül várta a nemzet, hogy a kommunista diktatúra által ellenforradalomnak minősített októberi események végre a valóságnak megfelelően kerüljenek be a történelemkönyvekbe és az emberek tudatába. Hogy a munkatáboroknak becézett büntetőtáborok örökre bezárjanak, hogy a szovjet laktanyák kiürüljenek, és hogy 1956 hősei méltó nyug helyet találjanak a temetőkben. Hogy a hozzátartozók és a családtagok ne szégyenkezzenek, és az életben maradottak tisztességben
emelt fővel élhessenek tovább. A történelem kereke végül úgy fordult, hogy a hősök áldozata nem volt hiába való. 1989. október 23-án a forradalom 33. évfordulóján kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Azóta ez a nap pirosbetűs ünnep. Nemzeti ünnepünk, amely arra emlékeztet, hogy egy legázolt, bilincsbe vert kis nép is tud nagy dolgot tenni az emberi felemelkedésért, ha összefog és kitart céljai mellett. Tisztelettel megkérem a tisztelt ünneplő közönséget, az 1956-os emlékműnél helyezzék el a megemlékezés koszorúit és gyertyáit. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket keressék a www.tavitv.hu internetes oldalon, és kövessenek minket a Balasport Facebook oldalán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az ékszereket és a kiegészítőket a Gyöngyház divatékszerüzlet ajánlotta fel. A műsorvezető ruháját a Perfecto divatárüzlet biztosította. A műsorvezető haját a Lokni és Rúzs fodrászat és kozmetika készítette.